Sziasztok, köszöntelek benneteket! Erős, olykor viharos északnyugati széllel szibériai eredetű hideg levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Holnap inkább felhőátvonulásokra készülhetünk, de keleten tartósan felhős marad az idő, itt van nagyobb esély szórványosan hózáporok, illetve kisebb havazás kialakulására. A hétvégére egyre inkább erősödni fognak a reggeli fagyok, igazi fogcsikorgató reggelekre ébredhetünk. Még mielőtt megnézzük az időjárási helyzetet, vessünk egy pillantást erre a mémre. A hírportálok nagyon felkapták ezt a mínusz 20 fokos hideget, nézzük meg, hogy mennyiben tévednek, avagy mennyire lesz igazuk. Ami az időjárási helyzetet illeti, észak-keletre örvénylik egy nagy kitérésű légörvény, ennek a hátoldalára kerül majd a Kárpát-medence, és egyre hidegebb, tehát egyre kékebb légtömeg áramlik majd fölénk, ennek hatására fog majd a reggeli fagy egyre jobban megerősödni, illetve már napközben sem mérhetünk majd fagypont feletti értékeket a hétvége folyamán. Addig is azonban nézzük meg az előttünk álló éjszakát. Alapvetően gyengén felhős időre készülhetünk, azonban az ország keleti felén továbbra is több lesz a felhő, itt van esély helyenként húzáporokra, azonban a nyugati ország részben is kialakulhatnak ezek, de ezek nem lesznek jelentősek. A minimum hőmérséklet általában mínusz 2, mínusz 8 fok között változik, de a fagyzugokban, illetve a derült havas tájak fölött pár fokkal ennél hidegebb is lehet. Napközben alapvetően felhőátvonulásokra számíthatunk, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, de az ország keleti felén továbbra is felhős marad az idő, itt van nagyobb esély szórványosan húzáporok, illetve havazás kialakulására. Azonban az északnyugati részeken is várhatóak majd kisebb lokális húzáporok, ezek inkább majd csak a nap második felétől alakulhatnak ki. Az északnyugati szél egy picit mérséklődni fog, de továbbra is nagy területen lesz erős, itt a szokásos szélcsatornában. A csúcshőmérséklet általában mínusz 3, plusz 3 fok között várható, a felhősebb tájakon lesz majd a hidegebb. Nézzük meg ezt a hétvégi fagyot, vegyük elő a valószínűségi előrejelzést. Most a nyíregyházi térképet hoztam, ugyanis ez a legészabb keleti pont, illetve ez nagyjából reprezentálja a leghidegebb területeket. Jól látható, hogy a fagy majd a hétvégén fog úgymond realizálódni, illetve ekkor veszi majd fel a minimum hőmérséklet a legkisebb értékeit. Hát az EPS átlag mínusz 13, mínusz 15 fokos hideget ír, azonban itt a tagok szórásából látszik, hogy azért némi kis esély van a mínusz 20 fokra, hol lehet ez reális, azokon a területeken, ahol van hófelszín, kiderül az ég, illetve szélcsend lesz, vagy csak nagyon gyenge lesz az áramlás. Hát ez elég kevés területre lesz igaz, de a fagyzugokban megközelíthetjük akár a mínusz 20 fokot is, de ez nagy területen semmiképp sem lesz majd jellemző. A folytatásban egyre enyhébb levegő áramlik fölénk, fokozatosan megszűnnek már a nappali fagyok is, és enyhülnek a reggeli fagyok, és a jövő hét közepén már gyakorlatilag nagyon kis területre korlátozódik majd a fagy, és napközben is általában 5-10 fokos meleget mérhetünk majd a jövő hét vége fele. Ahogy láthatjátok, a csapadék hajlam még a hét elején alacsony lesz, azonban vasárnap éjszaka, illetve hétfőn továbbra is lehetnek húzáporok, kisebb havazások. Ezekre szorványos jelleggel kell készülni, tehát országos szinten nem mindenütt lesznek jellemzőek. A hét elején lesz egy kisebb csapadékszünet, majd egyre inkább, ahogy bejön az enyhe levegő, egyre jobban növekszik majd a csapadékhajlam is. Ekkor azonban már inkább vegyes halmaz állapotra kell készülni, tehát a havazás mellett havas eső, eső, sőt néhol ónos eső is kialakulhat. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok, sziasztok!